Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Az idén 21. alkalommal rendezték meg városunkban a Suli Bőrzét. Mai magazinunkban elsőként erről számolom be Önöknek. Suli Bőrze keretében mutatkoztak be az ajkai középiskolák a tovább tanuló 8. osztályos diákoknak. Miért fontos egy ilyen rendezvény? Hát már 21 éve ezelőtt is azért volt fontos elsősorban, tehát az a célunk ezzel a rendezvényel, hogy minél több gyermek maradjon ajkán. Azt most már mindenki érzi, általános iskolát, középiskolák, hogy egyre csökken a gyereklétszám. Azért, hogy a pedagógusoknak az állásait meg tudjuk őrizni középfokon, hát ezért fontos ez a rendezvény. Milyen típusú középiskolákba jelentkezhetnek az ajkai diákok? Hát a lényeg az, hogy itt ezen a rendezvényen az ajkai középiskolák egységesen lépnek fel, és itt akkor az ide látogató tanulók, ez körülbelül 300 fő volt a hét folyamán. Ezek megismerhetik az ajkai középiskoláknak a kínálatait, tehát megismerik a két gimnáziumi képzésnek a kínálatait, megismerik az ajkai banki szakképzőiskolának a kínálatait, illetve a Bercsényi intézményegységet, illetve a Szent Györgyi Albert szakiskolának a kínálatait. A középiskolai tanulmányok után milyen arányban sikerül elhelyezkedni, illetve tovább tanulniuk a már leérettségizett, illetve szakmát tanult diákoknak? Hát most van egy ilyen szakmaszerkezeti irányítás, aminek tehát a lényege az, hogy próbálnak azért természetesen a hiány szakmákra is beiskolázni, és illetve legyenek tehát szakemberek. Az a jellemző, hogy akik a Bródy Imre gimnáziumba érettségiznek, azok nagy számba tudnak bejutni egyetemekre, főiskolákra, és hát általában az a jellemző, hogy az ajkai középiskolákba elvégzett szakmákba a tanulók megtalálják a helyüket, de hát nagyon nagy probléma az, jellemző az vendéglátóipari szakmákba, építőipari és egyéb szakmákba is, hogy mivel Ausztriában, Németországban ugyanarra a szakmára 3-4-szeres fizetést kapnak, tehát nagyon sokan elhagyják az országot. Korábban szó volt a duális képzés lehetőségéről is. Ez jelenleg milyen stádiumban áll? Mennyire választható ez a továbbtanulási lehetőség? Hát természetesen minden évben, tehát a szakképzésnek az átalakításáról van szó. Most is újdonság az, hogy a szakközépiskolák a jövő tanévtől szakgimnáziumonként működnek, tehát egy ilyen 4+1-es rendszer működik. Ez a rendszer most már hát nagy részt, tehát már több éven keresztül tehát működik, tehát egyre inkább tehát bevezetésre kerül. Ugyanez jellemző akkor a szakiskolai képzésre, tehát ami ugye most már 3 éves képzés, ebből a jövő évtől kezdődően már szakközépiskola lesz, tehát olyan formában, hogy az eddig felálló rendszer, tehát hogy 3 év alatt a gyermek kap egy szakmát, és akkor eddig is volt arra lehetősége, hogy 2 év alatt ott maradhatott és leérettségizett, most már ez a rendszer tehát teljesen életbe lép, tehát most már lényegében azt lehet mondani, hogy a szakiskolába, illetve a jövő évtől, tehát szakközépiskolába jelentkező tanulóknak a nagy része már mindegyik ebben a duális képzésben vesz részt. Ennek a lényege az, hogy 9. évfolyamon is már ezekben a szakmákban nagy mértékben találkoznak a gyakorlattal, aztán a 9. évfolyam végén nappali tagozaton tesz a tanuló egy szintvizsgát, hogy alkalmas-e arra, hogy cégekhez, vállalatokhoz, gazdálkodókhoz, éttermekhez ki tudja menni gyakorlatra, és amennyiben ez sikeres, akkor már a 10.-11. évfolyamot így akkor már ennek a képzésnek a keretein belül, amit úgy nevezett, tehát hogy duális képzés, tehát ennek a képzésnek a keretein, akkor már külső gyakorlaton történt tanuló, tehát tanulószerződéssel, és hát ez a tanulók számára is ugye ösztöndíjakat jelent, kedvezményeket jelent. A mostani Suli Bőrzére milyen anyaggal készültek a középiskolák? Hát ilyenkor mindegyik középiskola egyrészt megjelenteti a ilyen szórólapjait, anyagait, amiben
a képzéseit gyakorlatilag nyilvánosságra hozza. Ezek kerülnek fel akkor egyrészt a felvételi központba is. Győrbe működik, tehát ez a felvételi központ. Mindegyik iskola itt a Suri bőrzén is egy tanteremben levetítette az iskolának a filmjeit, suli filmjeit, egyebeket, és hát az a rendezvénynek a célja elsősorban, hogy a középiskolákban tartandó nyílt napokra, pályaválasztási rendezvényekre fölhívjuk a figyelmet. Általában az a jellemző, hogy mindegyik középiskola októberben, novemberben, decemberben tart ilyen pályaválasztási tájékoztatókat, nyílt napokat, ahol hát a tanulók tanórákat látogathatnak meg, meglátogathatják az iskolának nem csak a tantermeit, hanem hát a szakmákba is bepillantást nyerhetnek. Mennyire kell egy diáknak határozott elképzelésekkel bírni a jövőbeli terveket illetően ahhoz, hogy sikerüljön is a megvalósítása? Hát úgy látom, hogy a felelősséget a szülőknek a többsége átérzi. Ezeken a pályaválasztási rendezvényeken, tehát ami volt Veszprémbe, a Veszprémi arénába, illetve tehát itt a Sulibőrzén is nagy felelősségről, tehát tesznek bizonyosságot egyrészt, tehát a tanulók is. Úgy látom, hogy érzik tehát a döntésnek a súlyát, azt, hogy a gyerekeknek nagyon jól meg kell ismerni a különböző lehetőségeket, a különböző pályákat, mert egyre nehezebb lesz a tanulóknak az iskolaváltás. Úgy néz ki tehát, hogy a rendszer az egyre szigorodik, és hát ezért nagyon fontos az, hogy minden tanuló megfelelő helyre kerüljön.